Egy jótékonysági koncert az mindig időszerű, de ennek a mostaninak van-e valami speciális háttere? Igen, mégpedig az a háttere, hogy itt az Emberbarát Alapítvány drogrehabilitációs intézménye kibővül. Idén szeptemberben kezdtük el a nők fogadását. Eddig Budapesten nem volt alkohol- és drogrehabilitációs női otthon, és ennek az évnek az elején pedig a gyermek-tinédzser addiktológiát, ami 10 éves kortól fogadja a betegeket, és nagyon nagy szükségben vannak a megtévedt gyerekek. Külön épület kell nekik, külön a hölgyeknek, külön a fiúknak, külön az alkohol és drog felnőtt hölgyeknek. Rengeteg pénzbe kerül, támogatást nem nagyon kaptunk, és úgy gondoltuk, hogy ahogyan az alapítvány mindig alulról szerveződött, hogy most is megpróbálunk gyűjtést rendezni, hogy valamennyire tudjuk a költségeket fedezni. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy ilyen neves művészek adnak elő itt a Mindenki templomába. Ennek nem csak a gyűjtés a célja, hanem kulturális célja is van, hogy mindenki hozzájuthasson ahhoz a magas szintű komoly zenéhez, amit ma itt este fogunk hallani. Az eddigi hónapok alapján milyen tapasztalataik vannak részben a gyermek intézménnyel, illetve a nők fogadásával? Már megteltek a helyek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy olyan hiánypótló önkormányzat és állami feladat, amit mint civil szervezet átvállalunk és ellátunk, ami tulajdonképpen az egész városnak a javát szolgálja. A 8. kerületi önkormányzattal is ellátási szerződést kötöttünk, hiszen nekik nincsen drogrehabilitációs intézetük, és úgy gondolom, hogy ha összefognánk, és mindenki beletenné azt, amit tud, akkor sokkal jobban ki tudnánk bővíteni a férőhelyeket. Nagyon nagyszerű szakemberek dolgoznak itt, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagy lesz az eredmény, ami a fiatalok életébe megtörténik, hiszen a designer drogok nagyon elterjedtek, és egészen fiatal gyerekeket belevisznek, ha viszont idejébe bekerülnek a kezelésbe, akkor teljesen rendbe jöhetnek, és megszakadhat a drogkarrier, és úgy élhetnek, mint más emberek, itt szakmát is tanulhatnak, tanulószoba is van, amiben lehet, mindenben támogatjuk, segítjük őket, hogy az életük megváltozhasson. A gyerekek hogy kerülnek ide? Mert ugye felnőttek adott esetben, ha rászánják magukat, akkor becsöngetnek, bekopogtatnak önökhöz, de gyerekek talán mégsem ennyire direkt módon jutnak ide, ugye? Igen, legtöbbször a szülők keresnek meg bennünket. Volt már olyan, hogy pedagógus keresett meg a szülővel együtt, és olyan is, hogy gyámja egy kiskorú gyereknek bajba került, és úgy gondolta, hogy nem a javítónevelő intézet lenne a számára a megoldás, hanem ez a hely. És szívesen és örömmel állunk a kihívások elé. Ezeken a gyerekeken nagyon sokat lehet segíteni, az egész életük megváltozhat, úgyhogy kérnénk a támogatást ezúton is a kedves televízió nézőktől, hogy ha valaki szívesen támogatja ezt az ügyet, nagy szükség van a támogatásra. Hogy fogadták a férfiak az úgymond régi lakói ennek az intézménynek? Külön épületben vannak elhelyezve, és külön programban vannak, hiszen a felnőtt és a gyermekprogram teljesen más, és a felnőtt női program is más, óriási különbség van a nőkkel való foglalkozás és a férfiak között. Ezt gondolom szakemberek is tudják. Mindenképpen
örömöt jelentett a számukra, hogy egy kis színfolt van, hogy nem csak férfi intézet van, de külön megy a kettő. És segítségre tudnak lenni, hiszen nekik már vannak bizonyos tapasztalataik, szóval ez így működik egymás között? Én úgy gondolom, hogy most indult szeptemberbe, tehát egy-két hónapos csak az elindulás, hogy most nem a volt kliensekre vagy a felépülő kliensekre számítunk, hanem a pszichiáterre, a pszichológusra, a felzárkóztató pedagógusra, az élménypedagógusra, a szociális munkásokra, a szociális gondozókra és az egészségügyi gondozókra. Én úgy gondolom, itt teamben dolgozunk, és hogy ez a team nagyon erős arra nézve, hogy meglegyen minden lehetőség, hogy felépüljön az, aki valóban akar felépülni és motivált. Most hányan vannak itt önöknél? Ezek szerint akkor férfiak, nők és gyerekek? 130 férőhelyes összesen az intézmény. Milyen konkrét programok vannak, amelyekhez esetleg úgy gondolja, hogy csatlakozni tudnak, hiszen tudom, hogy folyamatosan igyekeznek keresni a kapcsolatokat kormányzati intézményekkel, támogatási forrásokkal? Hát most a KEF-es programok vannak, a 8. kerületi KEF-fel kötött a 10. kerületi KEF egy együttműködési szerződést, a 8. kerületi önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést, a 10. kerülettel is, így minden 8. és 10. kerületi beteget, aki nálunk jelentkezik, azt ellátjuk. Ezen kívül országos a 130 ágyon való beteg létszám, akinek segítségre van szüksége, megpróbálunk segíteni, és ha nincs hely, akkor vagy pótágyat teszünk be, ha sürgős és úgy ítéli meg a főorvos úr, vagy pedig várólistára vesszük a betegeket, de senkiről nem feledkezünk el. És nyitottak adott esetben megállapodásra mondjuk más kerületekkel, vagy más önkormányzatokkal? Még nem nyitottunk, hiszen ez most kezdődött el, de bárki, aki szívesen bekapcsolódik, nagy örömmel kötünk együttműködési szerződést minden területen, még a prevenció területén is. Egy pár mondattal imádkozom, ha megengedik. Uram, szükségem van rád, adom magam, úgy, ahogy vagyok, és kérlek, hogy tedd azzá az életemet, és olyanná, amilyennek akarod. A Jézus nevében. Amen. Sokan ismerik ezt a bibliai történetet, amit felolvasok. Két hölgyről szól, Máriáról és Mártáról. A következők. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba Jézus, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. A Lukács evangéliumából olvastam a 10. rész 38-tól 42. verszakig. Ez egy csodás történet a maga egyszerűségében, a Mária és a Márta története. Érdemes ezen gondolkozni, és ezeket az értékeket keresni, amelyek itt a Bibliában említve vannak.
Ezt a néhány gondolatot kívántam átadni nektek most ez alkalommal, és kívánom, hogy nagyon sok áldás legyen ez a ma estén, és mindenkinek öröme legyen ebben az estében is. A Stuller Gyula barátunkra és testvérünkre és művésztársaira is az Úr gazdag áldását kérem.